hallgassuk meg Isten igényét, ugyanis szól hozzánk a Lukács evangélium a 12. részének 13-tól 21-ig terjedő versei. Ezt az igét külön hallgassuk meg figyelemmel. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, hogy valóban így van, ahogy énekeltük, száma sincsen a te jó téteményünknek. Bocsáss meg, hogy sokszor nem tartjuk számon, hogy mennyi ajándékot veszünk el tőled. Köszönjük, hogy az elmúlt héten is gondviselő jó atyánk voltál. Köszönjük, hogy ott is vigyáztál ránk és miénkre, ahol nem gondoltuk. Sok olyan veszedelemtől és bűntől megőriztél, amit nem is sejtettünk. Sok áldással elhalmoztál, amit nem kértünk és nem is érdemeltünk. Bocsáss meg, ha magunknak tartottuk meg azt, amit adtál. Ha nem vesszük észre azt, hogy sápárok vagyunk. Ha nem adtuk tovább azt, amit mások számára tettél le nálunk. Bocsáss meg, ha végig rohantuk ezt a hetet is. Ha nem volt csend. Ha sok mindenre odafigyeltünk, de a te szabadon nem. Vagy nem eléggé. Bocsáss meg, ha a bennünk és körülöttünk levő nagy zaj miatt lelkileg is süketekké válunk már. Olvassuk a te igédet és nem értjük. Szeretnénk annak engedelmeskedni és nem tudunk. Bocsáss meg, ha nem hiszük igazán, hogy végső soron egy a szükséges dolog. És sok mindenről azt gondoljuk, hogy szükséges, hogy anélkül nem élhetnénk. És éppen emiatt lesz szegényebb az életünk. Annál inkább köszönjük neked most ezt a csendes órát. Már előre köszönjük, hogy eléd állhatunk. Köszönjük az elkészített igét. Készítsd el a szívünket is. Nyisd meg fülünk, szívünk és szánk. És nyisd meg előttünk az ige ajtaját. És az, hogy más emberekként menjünk tovább. Könyörgünk azokért, akik most friss gyásszal vannak itt. Te gyógyítsd be a sebüket. Te állj annak a helyére is, akit szerettek és most elveszítettek. És mivel az ő kezét már nem foghatják, tanítsd meg őket arra, hogy még nagyobb szeretettel fogják egymásét, és élő hittel fogják meg a te atyai kezedet. Nyújtsd ki felénk a te áldó és ajándékozó kezedet most. És dús kincsekből oszd el gazdagon, hiszen annyira rászorulunk. Amen. Ezt mondja az ige, még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár az ítélet istene az Úr, boldogok azok, akik benne bíznak. Amen. Köszönjük neked hálás szívvel, mi atyánk, hogy fiad által ismét fiaiddá hogadtál minket, akik ellenségeiddé lettünk. És köszönjük, hogy bizonyosan számíthatunk arra, hogy most is atyánként beszélsz hozzánk. Könyörülj rajtunk, hogy valóban gyermeki bizalommal, nyitottsággal hallgassuk, és tegyük meg, amit mondasz. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Ézsaiás könyve 30. részének 15-től 18-ig terjedő verseiből így olvasom. Így szól az én Uram az Úr, Izrael szentje. A megtérés és a higgadtság segítene rajtatok. A csendesség és a bizalom erőt adna nektek. De ti nem akarjátok. Inkább azt mondjátok, nem úgy lesz az, hanem lóháton vágtatunk. Hát majd vágtatnotok kell. Gyorsan akartok hajtani? Hát majd gyorsak lesznek üldözőitek.
egy ember fenyegetésére ezerével elfuttok. Öt ember fenyegetésére úgy elfuttok, hogy nem marad más belőletek, csak egy jelzőpózna a hegytetőn és egy zászlólúd a halmon. De még vár az Úr, hogy megkegyelmezhessen. Még hallgat, hogy irgalmazhasson. Mert bár ítélő Isten az Úr, boldogok mindazok, akik benne reménykednek. Kedves testvérek, múlt vasárnap említettük az öngyilkosságnak azt a formáját, amikor valaki agyonhajszolja önmagát. Ebbe a merényletbe nem azonnal halnak bele az emberek, de egyszer csak hirtelen és váratlanul megáll a meghajszolt szív, nem bírja tovább. Nemrégiben olvastam egy félig tarifás, félig tudományos orvosi kimutatást arról, hogy XY, aki egy orvosnak közeli jó ismerőse volt, mennyivel élt volna tovább, hogyha ez meg ez meg ez másként történik az életében. A szakember próbálta időre, élettartamra átváltani azokat az izgalmakat, aggódásokat, szorongásokat, fölös hajszát, amit tudott, amiről tudott, hogy ennek az embernek az életében megvolt. Most az öngyilkosságnak erre a formájára többen nagyon érzékenyen reagáltak közülünk. Találva éreztük magunkat. És azt kérték némelyek, hogy szálljunk még egy alkalmat arra, hogy beszéljünk erről részletesebben is. És mivel közben Isten ezt a most felolvasott igét elém hozta, arra gondoltam, hogy csak ugyan álljunk meg ennél a kérdésnél, még inkább ennél az igénél, és engedjük, hogy Isten munkálkodjék bennünk ezáltal is. Akkor hangzott el ez a profécia, amikor Izrael népét az asszír veszedelem fenyegette, pánikba esett a nép és szövetségest kereste, kapkodtak fűhöz fához, szerettek volna valami megbízható, katonailag is erős szövetséges megnyerni maguknak, és ez Egyiptom volt. És akkor elhangzott Isten üzenete, hogy álljatok meg. Van a népnek szövetségese. Az élő mindenható Isten. Ne fussatok fűhöz fához, a szó olyan értelmében se, hogy bálványokat vagy bálványibádó népeket akartok szövetségesként megnyerni. Ne fussatok Egyiptomhoz se, bízzatok az Úrban. És akkor hangzott el ez a profétai szó, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattok. Csendességben és az Úrba vetett bizalomban erősségetek lesz. De ha nem akarjátok, hanem azt mondjátok, hogy lóra ülve futunk, akkor futnotok kell. És ha nagy sebességgel akartok vágtatni, akkor nagy sebességgel vágtatnak utánatok üldözőitek is. És ennek az igének a mi témánkhoz szóló üzenete most így hangzik, hogy merj megállni, és merd az Úrra bízni azt, amit ő megígért. Miközben végzed engedelmesen tőle kapott feladatodat, aközben engedd és nézed, hogy ő is munkálkodik. Szüntelenül munkálkodik. Közhely ma már rohanó emberről beszélünk. De tény az, hogy csak ugyan sok mindenre nincs időnk. Mint egy bilincs kötöz meg minket a karóránk, és diktálja a tempót. Sokszor a legmeghittebb beszélgetést is abba kell hagyni, vagy meg kell kurtítani, mert az óramutató odaért, hogy menni kell. Minden napunk tele van programmal, és ezt a legritkább esetben tudjuk teljesíteni. Az el nem végzett feladatok nyomasztólag, idegesítően, vádolóan tekintenek ránk, és ezek a restanciák még nagyobb sebességre ösztönöznek. S valóban eltelnek hetek, hónapok, évek, eltelik sokszor egy élet úgy, hogy nincs megállás. És miért ez a nagy rohanás? És hova rohan az így siető ember? Az a tragikomikus igazság, hogy sokszor még arra sincs időnk, hogy ilyen kérdéseket föltegyünk magunknak, vagy ezekre kielégítő választ találunk. A lehetőségeink rohamosan nőnek,
a tanulási, szakmai, kereseti, szórakozási, utazási lehetőség egyre több, és nagy a kísértés, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. Mindent ki kell használni. Minden fillért meg kell kapalítani. Minden kapcsolatot, amitől remélünk valamit ápolni kell. Ha a múlt vasárnap idézett igére gondolunk, azt kell mondanunk, hogy két marokkal igyekszünk gyűjteni magunknak kincseket. Nem csak anyagi kincseket, de két marokkal. És itt nem is az a gyarapodási vágy a baj, hanem az, ami mögötte van. Az a sokszor már érthetetlen és beteges elégedetlenség és versengés. Néha egészen nevetséges dolgok derülnek ki, testvérek. Amikor egy-egy ember felsóhajt, hogy már nem bírom, vagy kimondja ezt az öngyilkosság felé mutató mondatot, hogy nem bírom tovább. Ha megkérdezik, hogy miért, igen gyakran ilyen válaszok hangzanak el, hogy azért, mert a másiknak már van ez is, meg az is, nekem még nincs. Nekem is meg valami szükséges, de neki már többje van. Neki jobb márkájú autója, jobban öltözött gyermeke, magasabb pozícióban lévő hitvese, vagy ilyeneket mondanak, hogy cifrább kerítése, nagyobb sírboltja, nekem is kell. És ez csak úgy lehet, ha ráhajtunk. És egy idő után már nem mi szabjuk meg a sebességet, hanem sodor magával bennünket ez a tempó. És emiatt csak ugyan nem lesz idő egy sor létfontosságú dologra. Emiatt aztán mindig elégedetlenek, mogolva, álmatlanok leszünk. Mit mond az ige? Megtérve és megnyugodva megmaradhattok. Itt a megmaradásról van szó, csak ugyan. A hatodik parancsolatról beszélünk. Csendességben és bizalomban erősségetek lesz. Hát mindig ez a panaszunk, hogy nem bírom, nincs erő. Az ige megmondja, hogy hogyan lesz. Ez az ige tükör, amiben a saját fáradt arcunkat láthatjuk meg. Igen sokakat kísért az, hogy egyszerre több lehetőséget is megadjanak. Gondoljunk ilyen apróságokra. Vannak emberek, akik legszívesebben egyidejűleg mind a két TV-programot néznék, mert egyikről se akarnak lenni. És közben szeretnének azért még olvasni is, levelet írni is, valni is, vasalni is, beszélgetni is, sőt aludni is. Hát hogyan? Mi lesz akkor ebből a sok élményből? Emiatt a nagy rohanás miatt válik felszínessé az élet. Az érdeklődésünk is felszínes. Az ingerek feldolgozása is felszínes. Sokszor el is marad a feldolgozásuk, a raktározásuk, a rendszerezésük. Nem épülnek be a gondolkodásunkba, nem segítenek, nem tudunk kivetni olyan dolgokat, amiket ártalmasnak ismerünk. Elfelejtjük azt, hogy nagyon igaz dolog, hogy a kevés több, mint az olyan sok, amit már nem tudunk feldolgozni. Elfelejtjük azt, amit Jézus így mondott, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt van. Elfelejtjük azt, amit ez a példázat, amit most az elején olvastunk, olyan világosan elénk állít. Hogyha valaki elmondhatja azt, hogy sok javaim vannak, sok éve eltéve, új magtára, felerakva mindennel, és így kiállt, hogy én lelkem, egyél, igyál, vigadozzál, nem gondol arra, hogy egyszer megszólal az Úr, és azt mondja, hogy bolond, még az éjjel eltérik a te lelkedet. És amit így összegyűjtöttél, az kiélet. Így áll mindenki, aki nem az Istenben gazdag. Itt nem arról van szó, hogy ne legyünk másban gazdagok. Ismeretben, anyagiakban, barátságokban. Hanem arról van szó, hogy ha Istenben nem vagyunk gazdagok, egyszer kiderül, hogy ez az egész hiába való volt. És a nagy rohanásban, amikor nem akarunk lemaradni semmiről, lemaradunk magáról az életről. Figyeljétek csak meg, hogy egyre nehezebb feladat számunkra lemondani dolgokról. Egyre nehezebben megy embereknek az, hogy elengedjenek lehetőségeknek, hogy várjanak valaminek a beérésére, hogy egy távolabbi célért áldozatot hozzon. Rettegnek attól, hogy lemaradjanak valamiről. Pedig hát azért nem csak az a fontos, hogy mim van, hanem az is, hogy milyen vagyok. Hiába van ez meg, az meg lesz egyre több. Ha mindig mogolva, mindig ideges, fáradt, kedvetlen, tüskés vagyok, nincs benne köszönet.
nem többet él az, amit a múltvasárnap idézett ige így mond, hogy egy teljes marok, nyugalommal. A békesség van, jókedv van, kiegyensúlyozottság van, na de ennek ára van. Ezért el kell engedni valamit. Le kell mondani valamit. És nem az a legfontosabb, hogy milyen sebességgel szabadultok. Hát azért mégiscsak fontos az is, hogy hova. És ezt még azoknak is meg kell kérdezni maguktól, akik élvezik a száguldást, és akiket nem fáraszt ez az öngyilkos rohanás. Olyan veszedelmes dolog az, hogy egyre kevésbé tudunk gyönyörködni az elvégzett munkánkban, mert olyan sok új feladat tornyosul még előtt. Nem tudunk hálát adni a már megszerzett értékekért, mert mindig csak azt tartjuk szem előtt, amit még nem szereztünk meg, és amit más esetleg már megszerzett. Nem tudunk örülni annak, amire már eljutottunk. És sok ember sohasincs ott igazán, ahol van, mert mindig azon jár az esze, hogy még hova kell megérkeznie, és emiatt sehol sincs. Ott még nincs, itt már nincs, a seholban van. A seholban van. Sokszor már itt ebben a testben. A semmiben van. A halálban van. És ezek ám a végső rugói annak, amikor valaki kimondja, hogy nem bírom tovább, és elkezd gondolkodni annak a módján, hogy hogy lehetne véget vetni ennek az egész iszonyatos hajtának. Sokan vannak, akik nem ismerik az eléget, az elégedettséget. Sokan vannak, akik nem ismerik a maguk képességeit. És olyan feladata is vállalkoznak, amire képtelenek. És ez a szakadatlan képtelenség agyon nyomja őket. Aztán ezt az öngyilkos rohanást további önpusztítással próbáljuk elviselhetővé tenni. Bele menekülnek sokan valamilyen mámolba. Közhelyez is, hogy nyugaton ezt a kábítószerekkel élik el. Nálunk egyelőre megteszi még az alkohol is, a mértéktelen és esetlen gyógyszerfogyasztás, meg a dohányzás, meg sok más egyéb. 76-ban a nemzeti jövedelmünk 440 milliárd forint volt. És ebből 25 milliárd forintot költöttünk alkoholra. Magyarországon az egyfőre eső alkoholfogyasztás, és ebben a csecsemők is benne vannak, meg mi is benne vagyunk, 40 liter bor, 60 liter sör és 6 liter pálinka. Iszonyatos. Amikor az öngyilkosságról szólunk, erről sem szabad hallgatni. És ezek a számok nem önmagukban állnak, beleépülnek ebbe az összefüggésbe. Ez már tünet csak. Próbálunk menekülni, mi menekülők, hajszoltak és agyonhajszoltak, és ördögi körré válik ez, mert a kiózanodás után még nagyobb nyomással nehezednek ránk a terhek, aztán megint ugyanazt a menekülést választjuk, és így tovább. Mennyire más utat kínál nekünk Jézus, amikor a meghajszolt, vagy agyonhajszolt embernek mondja, jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugtatlak titeket. Nem csak átmenetileg azt az érzést keltem bennetek, mintha megnyugodtatok volna. Nem félrevezet és becsap. Ő tud nekünk adni igazi nyugalmat. Megtérve és megnyugodva megmaradhatnátok, olvastuk az igében. Csendességben és bizalomban erősségetek lesz. De ti nem akarjátok. Sőt, azt mondjátok, hogy lóra ülve futunk. Akkor futnatok kell. Gyorsan akartok vágtatni, hű, de még milyen gyorsan, karrierben, mindenben. Akkor gyorsak lesznek üldözőitek is. Egyedül akarjátok megoldani az életet? Akkor egyedül kell megoldanatok. És nem lehet egyedül megoldani. Ezért beszél itt a bizalomról, az ige. Nyilván, hogy ez a korszellem. Nem tudjuk kivonni magunkat alóla. Nem mi határoztuk el, hogy milyen tempója lesz az életünknek. Bizonyos értelemben sodoródunk mindnyájan. Bele kényszerülünk ebbe a hajszába. Na de aki rádöbben arra, hogy az a hajsza, amit végez, vagy végeznie kell, már öngyilkos rohanás, az azért megállhat. Nem könnyű megállni. Bizonyos erőszakot kell alkalmazni mindannyiunknak, ha lassítani akarunk, vagy meg akarunk állni.
A korszellemre hivatkoznunk azonban nekünk keresztényeknek sose lehet. A mindenkori korszellem egészen más volt, más és lesz, mint amit az evangélium mond. És ha nem akarjuk, hogy a mindenkori korszellem folytogasson vagy megfolytson minket, akkor nekünk csak Isten szellemére, Isten szent lelkére szabad hallani. És ő megtanít, olykor megállni, megadja a szükséges vagy kívánatos tempót, akiket Isten lelke vezéllyel, azok Istennek fiai. Lehet a mindenkori világban Isten gyermekeiként élni. Néha a költők csak ugyan profétai szót tudnak mondani, és egy-egy olyan érzés tömkeleget, ami csak úgy kavarog bennünk, tisztán megfogalmaznak, és mi is rábólintunk, hogy ez az, így érezzük, így gondoljuk mi is. Hadd olvasok fel néhány verszakot Jevtusenko egyik verséből, ami jó illusztrációja lehet a 6. parancsolatnak. A rohanás e kornak átka. Az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint Dáb rohan tovább, tovább. Mind sietve szeretnek, isznak, míg a lélek végül lehogy. Sietve rombolnak, és megint csak sietve bánják valahogy. De te csak egyszer, ha megállnál, forra világ vagy álmodó, miként a szakadék falánál rosszat sejtve megállaló, csak egyszer állj meg út felében. Az ég mint bíró néz le rád. S ha Isten nem kell semmiképpen, gondolj magadra legalább. Gőzmozdon hölgő sípja mellett, s szárazon zöldő lomb alatt, értsd meg, ki fut, csúfságra szenved. És ki megáll, az nagy marad. Gondolj már a végfelelre. Söpörd a hiúság porát, s ólmot önt lábadba kezedbe meglásd a szent tétovaság. S van erő e tétovaságban. Ha hamis úton élhatsz, ha hamis csillagok honába tovább menni már nem akarsz. Ha más harcába, mint avarra taposnál, állj, tovább ne lépj. Ne öld meg. Gondolj mindig arra a megállás ígéretét. Ha más a testén át haladva célod felé így törsz elő, nem másra lépsz, mint önmagadra. És állj meg, te Isten felelő. És aki önmagára lép, az öngyilkos lesz. És aki csak sietve tud szeretni is, meg inni is, az már nem tud sem szeretni, sem a szomját oldani. És aki nem gondol soha a végtelenre, aki elől a hiúság pora betakarja az értékek valódiságát, az előbb-utóbb szükségképpen önmagára lép. Öngyilkos lesz, ha akar, ha nem. Azt mondottuk, hogy ára van annak, hogy megálljon az ember, hogy azt a tempót vegye fel, amit Isten diktál neki, hogy legyen ideje másra is. Valamiről le kell mondani. Aki költözködött már tudja, hogy olyankor derül ki, hogy mennyi fölösleges dolgot takargatunk mi, ami nélkül boldogan megélhettünk volna, és ami egyszer a költözés pillanatában csak gondot okoz és teherré válik. Nem lehet hova eltüntetni. És amikor elköltözik valaki ebből az életből, akkor derül ki, hogy mennyi minden takargatott, mennyi minden után futott, ami nélkül nem csak, hogy meg lett volna, hanem boldogabb lett volna. Ami nélkül élhetett volna. Emberi életet. Abban a könyvben, amit múlt vasárnap már idéztem, valaki egy tanulságos vallomást tett, nem keresztény ember, eljutott oda, hogy ha nem lassít, akkor belepusztul. Egy szép karrier befutott és megbecsült megyei vezető az első infarktusa után ott hagyta az állását, amely sok feszültségekkel járt, és elment valahova kertésznek. És vele beszélget a könyvszerzője, és óvatosan faggatja, hogy na hát azért mégis hát nem volt ez túlzás, ha mit szólnak hozzá mások. Nagyon csöndesen és józanul ezt mondja ez az ember. Leszállítottuk az igényeinket. Tudtuk, hogy ehhez nekünk kell elvégeznünk a számvetést. Ez a számvetés végül is úgy látszik sikerült.
Még most is éjjelzzük a kisebb konyha, a szűkebb lehetőség szorítását, de ez a szorítás egészen más, mint ami azelőtt volt a szívem tájéka. Ez menekülés volt kétségtelenül, de az életbe. Valamit valamiért, a régi igazság. Egyszerű szavak, a régi igazságok, de életigazságok. És valami ilyesmi történt abban a családban is, ahonnan az édesanyja nemrégiben mondta el, hogy az esti közös imádság éneklés előtt mindig csöndes beszélgetések folynak a gyerekekkel, a szülők rápányák, az időt akkor is a fáradtak. És nagyon értékesek ezek a meghitt beszélgetések, és az egyik ilyenben kezdett panaszkodni a kislánya, hogy hát a Micikének, meg a Bözsikének milyen szép kardigányai vannak, meg mindig új cipője, neki meg nincs. Azt mondta az édesanyja, hogy neked is lehet. Éppen ma ajánlottak föl egy mellékállást, és gondolkoztam, hogy elfogadjam ezt. De akkor csak szombat és vasárnap este leszek itthon, a többi estéken egyedül lesztek, nincs beszélgetés, nincs közös imádkozás. Azt mondja, elkezdett szipogni a kicsi, hozzábújt, és azt mondta, hogy akkor inkább ne legyen kardigán. Most mindig erről van szó. Akár kicsi, akár nagy a tét. Vagy kardigán, vagy meghitt beszélgetés. Valamelyikről le kell mondani. A mi kísérletésünk az, hogy mind a kettőt. Kardigánt is, nem csak egyet, többet is, beszélgetést is. És ez így nem megy. Megtélve és megnyugodva megmaradhattok. Csöndességben és bizalomban felőrségetek le. De ha nem akarjátok, belepusztultok. Annak a kislánynak is van néhány kardigánja biztos. És nekünk is megvan az, ami szükséges. De ha még több kell, azért fizetni kell. Vagy ha nekünk még annál is több kell. Az egymással való intim közösség. Az Istennel való meghitt közösség. Azért is fizetni kell. Akkor meg emelről kell lemondani. Melyik él többet? Jobb egy teljes marok nyugalommal, mint két maréknak teljessége sok munkával és lelki gyökerekkel. Remélem mindenki érti, hogy ez az ige és ezek a bibliai gondolatok nem a semmit tevésre biztatnak minket. Nem arról van szó, hogy Isten igéje mindenestől helytelennek tartja azt a szükséges lendületet, amivel szeretnénk többre törni, előre jutni, szellemileg, anyagilag, lelkileg gyarapodni. Nem ezt helytelenítni. Csak abból a tévedésből akar kigyógyítani minket, hogy mindent magunknak kell megszereznünk, amire szükségünk van. És arra akar felszabadítani, hogy csendességben és bizalomban engedjük, hogy megajándékozzon minket. És most jó lenne, ha egy pillanat alatt, ha lehet ilyet, elcsöndesednénk, és arra gondolnánk, hogy amink most van, azt mind mi szereztük meg magunknak. Hát a legfontosabbakat nem ajándékként kaptuk. Akinek van már fogalma arról, hogy mit jelent számunkra Isten kegyelme, szeretete, azt ha semmi más nem említ, és azt kell mondania, hogy a legtöbbet, amiből élek, ingyen kaptam. Semmit nem tettem érte. Sőt, sokáig mindent megtettem ellene. Hát szerelmesének álmában ad eleget. És a legnagyobbat az ő egyszülött fiát. Ingyen szeretetből adta oda értünk, hogy életünk legyen. Hogy örök életünk legyen. És aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadna. Hogy ne adna vele együtt mindent mi nekünk? Ajándékul, ingyen. Ő minden áldozatot meghozott azért, hogy ne pusztuljunk bele ebbe az öngyilkos rohanásba, amiben belekényszerülünk, vagy belekényszerítenek, hanem tudjunk élni minden körülmények között. Nekünk csak annyi áldozatot kellene meghozni, hogy elfogadjuk ezt az ajándékot. Jaj, de furcsa ez a fogalmazás. Azt az áldozatot meghozni, hogy elfogadom az ő áldozatát. De hát még ez is nehezünkre esik. Viszont enélkül, amit ő kínál nekünk, nem bírjuk ki az életet. Enélkül már most a halálban vagyunk.
ama napon majd csak kiderül ez. Ő vele viszont, Krisztussal életünk van és bővölködik. Itt azonban tisztán kell látnunk, hogy ennek csak ugyan állnak. Mert minden hely foglalt az életükben. Helyet kell csinálni neki. Mert sok mindenre nincs időnk már így sem. Időt kell szánni őre. De ezek a legértékesebb idők, és az lesz a legdrágább hely az életünkben. És hadd említsem meg, hogy a másik végletben szenvedőknek is ugyanez a megoldás. Mert nem csak az öngyilkos rohanás veszélye fenyeget minket, igen sokan méltán azt mondják, hogy megöl az unalom. Végig rohanunk néhány évtizedet, és utána ott hagynak minket, mint a szárazöldet halat, kezdjünk magunk valamit tudni. És ó, de sok ember életét meg ez az üresség, az unalom, a semmittevés pusztítja, az, hogy nincs már rá szükség, és ezt meg is mondják. Ott is ez a megoldás, hogy ha van tere ebben az életben Istennek, ha megnyitja valaki ő előtte magát, akkor ebben a csendességben és bizalomban erőssége lesz. Akkor fog kapni tőle feladatokat. Akkor fog kapni tőle új erőt a feladatokhoz. Akkor átéli azt, hogy elfáradnak még az ifjak is és meglankadnak, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, függetlenül az éveik számától és betegségeik számától, szárnyak kelnek, mint a saskesei, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nem egyedül, nem úgy, hogy összeszedik magukat, mert nincs mit összeszedni, hanem úgy, hogy összeszedi, fölemeli őket az Úr, és ők engedik ezt, ez a bizalom. Csendességben és bizalomban erősségük lesz. Próbáljuk ki ezt. Nyilván el kell végeznünk, ami a napi feladat. De ha eközben van megtérés és higgadtság, csendesség és bizalom, meglátjuk, hogy mitől őriz meg, és mire segít el minket a mi Urunk. Ezért könyörögjünk, és így valljuk meg, hogy Istenének átad mindent, és bizalmát csak felé veti, az csodaképpen őrzi itt lent, ínség baj közt is élteti. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor mi is csak magunkban bízunk, és nem merünk csendességben és bizalommal eléd állni, előtted elcsendesedni, megnyílni, rád figyelni. Tudjuk mi az, hogy kellene. Vannak olyan tapasztalataink is, hogy csendességben és bizalomban van a mi erőnk, és mégis minket is magával ragad a rohanás ekkornak átka. Pedig mi áldásokat kaphatnánk tőled, és adhatnánk tovább. Megvalljuk előtted, hogy hiába rohanunk, korán sem tudunk beteremteni mindent, amitől békesség és nyugalom lenne bennünk és körülöttünk. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, hogy Te ezt ígéred nekünk. Köszönjük, hogy most is magadhoz hívogatsz minnyájunkat. Óad, hogy tudjunk igazán hozzád jönni. Mi, akik megfáradtunk és terheket hordozunk, és hadd tudjuk elfogadni azt a nyugalmat, amit Te kínálsz. Éppen azért, hogy azután tudjunk élni, dolgozni, alkotni, és éltetni másokat is. Köszönjük, hogy Te mindent megtettél azért, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Köszönjük, hogy nálad kész a bűnbocsánatnak, az örök életnek, az új életnek az ajándéka számunkra is. Bocsáss meg, ha mi annyit nem tudunk megtenni, hogy ezt elfogadjuk. Hogy odafigyelünk rád, amikor felkínálod. Hogy próbálunk elcsendesedni. Hogy elhisszük neked azt, hogy erre van szükségünk, és enélkül nem lesz igazán életté a létünk. Szeretnénk most
minden egyéből lemondani. Elfogadni és megköszönni azt, amit te önmagadban kínálsz. Helyet és időt biztosítani számodra az életünkben. Áldj meg minket ebben. Így segíts, hogy megszentelhessük a mai napot. Így kísérj el minket, hogy kihasson ennek a szentsége, tisztasága az egész hétre. Így bízzuk rád magunkat, most szorongató, nyomasztó feladatainkat, megoldatlanságokat. Így bízzuk rád szeretteinket, közelben és távolban. Így könyörgünk hozzád az emberiség jövőjéért. Ne legyen gyilkos és öngyilkos az ember. Könyörgünk azokért, akik éheznek, akiknek az otthonát, szeretteit pusztítja az árvíz és földrengés. És könyörgünk, őrizd meg minket attól, hogy akármilyen módon pusztítsuk egymást és önmagunkat. Add nekünk az